dobba. Csillapista vágyom, befelé mindenki a cellájába, és egyáltalán hogy néztek ki? Vissza a csíkos ruhát! De Józsikám, ezek vagy flancolnak, vagy én ittam keveset? Ja, megint egy munkanap. De vodkával dicsérd a napot, kismértékben orvosság, nagymértékben gyógyszer. Kísérő! Egy kis sligóica! Mert inni kell, de Ilián, drága szabadlából lévő testvéreim, de inni ám is a fő, hogy ártson. És nem ám így gyomorra, mert az úgy egészséges. Józsikám, ismered a frosféle húsos szendvicset? Két fél litnyi közt egy muslinc. Mert inni kell, de inni ám. Mert a házassága. A felesége, 30 évi együttlét után, még mindig velem él! Jaj, és ha még egyszer nősülnék, csak árva a házból, néma lányt, és az se lenne baj, ha volna egy kis testi hibája. Mondjuk, süket. Azt mondja nekem az igazgató, minek kiszól annyi töményed, te ember, hát már lezes az orrod? Hát mit így a vizet? Inkább legyen lezes az orrom, mint vízköves a fogam. Itt az én úgy jól érzem magam. Hopp, nem vagyok beskálintva, pedig nekem abszolút szaglásom van. Majdnem mindjárt más. Nem is szoktam ám gátlástalanul inni. Nem. Csak addig, amíg meg nem jelenik Moby Dick. A fehér egér, akkor slussz, be van fejezve. Jaj, milyen ragyogó fogjaink vannak. Jaj, itt áll a heteske. Ülni kéne, de kicsi a cella. Hát ez nem csinált semmit. Egész életében nem csinált semmit. Csak kártyázott. Azt is hamisan. Na, megint van a 12-eske, az énekesnyő. Hát ez sem csinált semmit, csak éneket. Ő is csak hamisan. Itt van a hármaska. Ezt azért ducsizták be, mert kidobta az anyósa viseltes kabátját az ablakon. Az anyósa éppen viselte. Na, munkára! Fett! Ennek azért van ilyen hosszú nyele, hogy távol tartson a munkától.
Cső legyen! Itt valaki horkol! Nini, elvagyott a lámpám. Kis lámpám! Én petróleum volt benne! Nem is rossz! Na, és most még egy kis... Egy kis... kísérő! Hát tegább! Ah, elég! Jaj, slussz! Mubi, Dickman! Jaj, megyek is pis! Megyek is pis! Is pis! Megyek is piciálni! Ha valaki keres, én magamon kívül vagyok! Amíg sikere nem lesz. Ez
igazgató úr. Cseleljem! Hadd csúcsukájának, szegénykék. Na de hát, ha nem is akarnak. Ezt meg kéne kérdezni. Igazgató úr! Igazgató úr! Te vagy az, Frost! Mit akarsz? Valamit akartam kérdezni, de már elfelejtettem! Elfelejtetted? Megesik! Nem tetszene tudni, hogy mit akartam kérdezni! Honnan tudjam, te tulok? Nem tudja, hogy mi milyen hülyék vagyunk! De csak ne beszélj többes számba! Hogy az igazgató úr, milyen hülye! Frost! Te itt áll! Én? Te tán toroksz? Te részeg vagy! Lehet, hogy tánítam, lehet, hogy tán torgok, de részeg van, nem vagyok. Te Frost. Igen? Mit keres itt a rühes macska? Macska? Ja, tényleg. Cica. Süssz! Na. Cici. Az anyád! Csicsa! Hoppá! Meg vagy! Csicsa! Hát ez az igazgató úr cilinderre! Jó. Akkor akaszt föl! Egy macskát, ugye? Na, kormoska, sics! Jó. Na! Mi újság? Nem tudom, én nem olvastam a reggeli lapokat! Jelentést kérek! Jelentést? Igen! Jelentést! Oh, mit csinálsz, te szerencsétlen? Kiöntötted a tintámat! Akkor húzza meg az enyémet, jó? Jelentést kértem, és nem pálinkát! Pedig ez mennyivel jobb! Tényleg jobb! Hú, de nagy cuk van itt! Na, most kérem azt a jelentést! Jelentem alással az éjszaka folyamán is, annak leforgása alatt. Na, mit tetszik szólni ez a fogamzáshoz? Tovább! Ez mi? Ez a 12-eske, ez az Eisenstein, vagy Eisenstein, egész éjszaka csicsereg, és ügyvédet is kér. Ahhoz joga van! Majd ma elindítom az ügyét. Én nem kell, én már intézkedtem. Hogy intézkedtél? Hát én elküldtem az ügyvédét. Na de, hát kit küldtél el? A 8-askát. Jaj, hát olyan rendes volt, hogy elvállalta és elmegy. Frost! Te kiengedted a 8-ast? Megszökik! Aj, hát ne tessék félni, a 8-aska visszaeső. Nem félsz te? Én? Dehogy félek! Hát mindig van nálam revolver. Jaj, tedd el azt a fegyvert, mit kárt teszel magadban. Magamban ne. Magamban még soha nem tettem kárt. Ne hülyeskedj, mit mágy el azt a fegyvert? Magamban? Hát ne tessék félni! Hát nincs megtöltve! Kedszer a csütörtök! Tetszik lánja? Nincs megtöltve! Nincs megtöltve! Nincs megtöltve! Igazgató úr, milyen színű a bér? Miért? Mert ha sárga, akkor én összesebesültem magam. Rossz! Rossz! Amen. Jaj, de boldog vagyok! Élve megúsztunk! Igazgató úr! Adjon egy puszit! Dehogy adok! Jaj, na adjon, ne kéresse magát! Nem adok és kész! Ha nem ad, akkor lopok! Jaj, és éppen ma nem borotválkoztam! Na, melyik fülem csöng? Ne hülyéskedj, menj, nézd meg, ki csöngetek! Jó! Izgatgató úr!
valamelyik fegyőr kiesett az ablakon. Nézd már meg, hogy ki csöngett! Jó, jó. Megnézem, hogy azt megolvasom, hogy egy, kettő, a biztonság kedvéért egy női hölgyemény! Egy hölgy? Hát egy, bár az egyik szőke, a másik meg barna. Ők azok. Eredd be őket! Különben várj, ne eredd be! Na, eredd! Na most beereszem, vagy ne beereszem? Beereszem! Nem forog a nyelvünk! Te! Jaj! Izgazgató úr! Az istálló kulcsot kérem. Mi a fenére? Mert a hölgyek a lovakot keresik. Talán a lovagot te tulok, te! Jaj. Lovagot? Az orró! Az orró! Az orró kutája jelleg már be! Igaz? Micsoda meglepetés! Foglaljanak helyet, hölgyeim! Olga, Olga, ide! Ide-oda! És maga? Én ma ide-oda! De édes kis kanape! Nos! Elmehetsz! Hölgyek maradnak! Mind a négyen? Nem lesz ez egy kicsit sok? Reszemtelenkei! Csak úgy kérdeztem! Maga meghívott minket, mégis meglepi a látogatásunk. De kellemesen! Hát nem mertem remélni, hogy ilyen hamar. Akit ma megtehet, ki mint veti ágyat, és a lovag úr azt is megígérte, hogy egy kicsit a húgocskám hóna alá nyúl. Hogyne, hát persze, hogyne, oda is, igen. Éppen ezért bevallok magának valamit. Na. Én nem vagyok egészen ez. Az. Hát, az nem baj, jaj, az inkább erény. Köszönöm. Vigyázz, bábuska. Na. Olga még nem művelsz, nöcske. Na, majd belejön. Na, igen, de ehhez előbb segítségre lenne szüksége. Ha egy ilyen előkelő lovak segítene. Hogy a világot jelentő deckát alá kerüljön. Hogy? Magácska még nincs a színháznál? Hát, nem, kérem szépen, én az Eisensteinháznál vagyok. Ajaj. Eisenstein? Aha. Az. Aki 8 napra van elítélve? Igen, az. Csak nem a szobalánya? Mi tagadás? És maga még csókra merte nyújtani a kezét! Tetszik, akkor inkább a szájamat! Képeztesse, uram, képeztesse! Jó, van már, álljunk meg, van legalább valami talentuma! Ez ilyen... Talentumom az van! Igen. Csak egy kis gyakorlat kéne, hogy rutinát szerezzek! Igen. Thank you.
magamra. Magában van sanc. Ugye? Van sanconom a tilipájához. Lulagom, képessze, képessze. Nem bánja meg, ha kézbe veszi a retináját. Beszélhetünk a dologról. Ki az ördög csönget éppen ilyenkor? Ja, kérem? Nem kellett volna meghívni az egész bálot. Meghívtam? Igen. Te úristen! Renár már ki! Most mi csak? Frosch! Frosch! Igen? Nekem tetszett szólni? Megbocsátanak, hölgyem, én villanatlan fontos tárgyalásomat. Frosch, kísérd a hölgyeket egy szellámi egyet vendégszobába. Csak a 13-as üres. Akkor a 13-as. Na de hát, ha babolások a hölgye. Itt állom én, csinálj velük, amit akarsz. Amit akarok? Nem lesz ebből később baj? Ne hülyéskedj velem, tedd, amit parancsoltam. Ja, hát parancsra az nem megy. Csináld már, amit mondtam. Na jó, hát próba szemencse. Láttak szemeim? Lovagom fejét. Kit pofosztál fel, hogy a baj téged is ide csúsztak? Senkit, Márki. Én egy vallomással tartozom. Szóval én nem vagyok az, akinek mondtam magam. Én ennek a fogháznak vagyok az igazgatója. Hülye vicc. De jó. Nem hiszem. Na, várjál. Mindjárt bebizonyítom. Kicsingatott! Te győr! Na mi baj van, mert megint igazgatókám? Bilincselje meg a Márki ura! Jaj, imádok bilincselni! Na, ide a praclikat! Na, igazgató, ennek nincs keze! Á, megvan! Mit akar ez? Jó van már, hagyjad! Csak vicc volt. Vicc! Jó vicc! Jó, jó vicc! Ja. Ez meg sligó vicc! Jó vicc! Segítség! Be vagyunk valamba! De én mindig találok kiutat! Na már ki! Most már elhiszed? Kénytelen vagyok. Én nem veszed zokon, hogy lovagnak adtam ki magam a bálon. Annál kevésbé, mert én sem vagyok már. Hát ki vagy? Ez Isten vagyok, 8 napra jogerősen elítélve, és azért jöttem, hogy a büntetésemet leüljön. Hallod-e, barátocska? Te igencsak részeg lehetsz. Jó? Te hiszem, hogy nem vagy Márki? Az látszik rajtad. Na de, hogy ez Isten sem vagy, az biztos. Ez Isten, én saját kezűleg tartóztattam le. Hol? Hát hol, hát a saját lakását. Hát mikor? Tegnap este, 9-kor. 9-kor. Ja, és otthon találtam? Otthon hát. És mit csinál? Vacsorát. Kivel vacsorál? A feleségével! Feleségemmel? Ja, ne, nem a te feleségeddel, az ő feleségével! Az ő felesége az én feleségem! Nagyon jó! Akkor az asszonykát is le fogjuk csukni! Vigyáviáért! Hol van most az állítólagos Eisenstein? Itt csücsül a 12-esben! Igazgató! Nekem azonnal beszélnem kell az ember! Na már! Jó van! Te úgy, akkor én is úgy! Uram!
ez sajnos lehetetlen. Ez magának külön engedélyt kell szerezni. De nekem beszélnem kell azzal az emberrel, látom kell. Hogy itt milyen forgalomban? Igazgató. Mi van? Megint jött egy női hölgyemény. Még egy hölgy? Igen. Hogy néz ki? Alig. Mi? Állig érő zsalugáter van a szemem. Fácsol azt, te hólyag! De fácsol? Én meg recsketek. Na, szóval hol van az a hölgy? Már elhelyeztem. Hova helyezted el? Nem tetszik kitalálni, mi? Szabad a gazda? Na. Mi? Egyszerbe jutott, hogy a nyolcas még nem jött vissza. Hát nyolcas kapott. Jaj, te címeres a köl. Megbocsátasz egy pillanatra. Na most, ha még egy női hölgyemény jönne, akkor azt már nem tudom, hova tegyen. Hát minden kabinunk foglal. Ilyen jól még nem ment a fogház. Szinte minden foglal. Szinte. Na most, vagy megint a fülem csöngött, vagy rosszul hallok. Hát most direkt te kíváncsi vagyok. Valakit elfogtak a lakásomon, és azt hiszik, hogy jegyzéstek. És közben az a valaki a feleségemből vacsorázott, miközben én itt szenvedtem. Akarom mondani, ott. Az ördögben nem tudom elérni, hogy saját magammal beszélhessek. Ha valaki keres, az Eisenstein-nél megyek, az ügyvédje itt várja. Akkor mégiscsak beszélni fogok ezzel az állítólagos Eisensteinnel. Drága látos igazgató. Na, Pacsirka úr! Tessék utána tippedni! A korlátot ne fogjam, mert nincs két hónapja, hogy szidoloztam. Tessék, itt várja meg az ügyvéd urat, de aztán nehogy innen eltűnjön valami. Na, de kérem! Na, biztos, ami biztos. Nos? Igen? Ez a magány. Én magától semmit sem fogadok el, énekes úr. De miért? Mert lehet, hogy hamis, meg biztos, hogy kevés. Jaj, ikrek, jaj, de kis hamis. Gyermicsinte! Gyermicsinte! Kezd a torkomra menni ez a kis kaland. Már egész pisztulás vagyok. Fried! Drágám, hát mégis eljötti, hogy megszabadít súlyos láncaimtól. Ó, meg kell halnom, bárhogy vágyó élni. Ja, ne árjázz most itt, hanem szedd össze a cokmokodat, és szökjél azonnal, mert a férjem minden pillanatban itt lehet. És nem szabad, hogy találkozzatok. Hát sajnos pedig a találkozás elkerülhetetlen. Amíg ő nem jön, én nem mehetek. Ó, hát ez rettenetes. Nem tudsz valamit kitalálni? Ah, dehogy nem. Hívottam egy ügyvédet. Mert itt kics vagyok. Rávennék egyet, kérdez, mit kezdjek? Csak én el is lennek. Mit így hajlok, veszek? Haladnál veszek. Mit így hajlok, veszek? Haladnál veszek. Védelmembe vár.
szemrehányást tenni? Még te mersz nekem hűtlenségről beszélni? Nem óhatja megszámolni még egyszer a szívem dobbanását, kedves, drága látos Márki úr? Új, tökkel ütött barom. A magyar grup. Tehát ön az az állítólagos Eisenstein. Először is, ha velem beszél, vegye ki a kezét a zsebemből! Ön pedig legyen szíves befáradni a 12-esbe, amit én csak másodszereposztásban foglaltam el. Soha! Különbözök, mint a senki sem bizonyít elő, hogy én vagyok Eisenstein. Ja. Kedves barátom! Megbízható forrásból arról értesültem, hogy mégis te vagy az a bizonyos Eisenstein. Éppen ezért kérlek, foglald el a celládat. Na ugye, én pedig leszek szíves elkísérni a bájos őnagyságát és vigasztalni. Arra túl! Az a 13-asban két hölgy nem akarja magát alávetni a fokház szabályainak. Hogy? Nem akarják hagyni, hogy megfürdessem őket. Jaj, mi jutott eszedbe, eredd ki őket azonnal! Jó! Akkor megfürdök én! Skandalum! Skandalum! Vera! Ön a nővéremmel együtt Áristomba csukatott. Hogy merészelte? Micsoda állapotok! Széges és gyalázott! Frak! Mindennek ez a tulok az oka! Nem tetszett célozni! Én nem tehetek semmiről! Az igazgató úr parancsolta! Széház igazgató! Dehogy! Fokház igazgató! Új! És még csókra merészelte nyújtani az ajkát! Szatír! Szatíra! Ja, igen! Rossz! Lecsukatlak! Nem lehet! Nálam vannak a kulcsok! Kedves kisasszony, úgy, mint a fogház igazgatója, hivatalosan kérdem öntől, ismeri ezt az urat? Hogyne? Az én volt gazdám! Na tessék! És az én egykori asszonyom. Kezit csókolom! Egy tanú, nem tanú! Úgy? Hát akkor mégiscsak jó, hogy néhány tanúról én is gondoskodtam. Hölgyeim, uraim, parancsoljanak! Utoljára! Mindennek ott az átkozott vesgő volt az oka!